ma önszántamból meghalok, amit végleg elhatároztam, változtatni már rajta nem akarok. Lőrincre és Dezirére épp úgy tartozik, mint rád. Ezért közösen címzem nektek a levelet, amely azonban jobbára mégiscsak neked szól, akihez a hajdani emlékek, majd az unalom nyomában fellépő 20 éves gyűlölet jobban lekötnek, mint duplán kétes apaságom ahhoz a két fiatal lényhez, akiket önmagunk és mások megtévesztésére gyermekeinknek szoktunk nevezni. Elhagyott, elutazott ma reggel. Soha többé nem fogom látni. Ne legyen hozzájuk túl szigorú, kedves barátom, ezek a fiatalok megbízhatatlanok, felületesek, a legtöbbi kostoga is. Egy valami elragadó bennük, az ifjúság idealizmusa. Még az apád is úri módon viselkedett velem. Ő sem engedte meg magát. Menjél szépen, kérem, haza! Azonnal! Család többi tagjával sem óhajtom fönntartani a kapcsolatot. Úgy látszik, maga azok közé a fiatal urak közé tartozik, akik szociális helyzetüket fokozott felelősségérzéssel akarják kompenzálni. Beosztásomnál fogva kötelességem felhívni az igazgató úr figyelmét, hogy a munkások között politikailag megbízhatatlan egyének vannak. El akartál árulni? Zsarolni akartál? Miért nem tudsz választani magadnak valami rendes prolit, aki nagyobb erkölcsi támasztékot ad? Honnan veszed magadnak a bátorságot, hogy megszégyenítsd az embereket? Hordd el magad!